mindenki csinálja a dolgát, de valahogy mindig és minden pillanatban, akár tudatosan, de inkább ösztönösen mocorog valami furcsa, nem akarom ezt a szót mondani, hogy félelem, inkább azt mondom, hogy szorongás. Alföldi Róbert mesél a szegedi kollégáknak arról, milyen közeget, milyen világot szeretne megmutatni Mihály Bulgakov, Molière, avagy az Álszentek összeesküvése című darabban. A sikeres rendező Szegedre invitálása segítheti a társulat szakmai fejlődését, a közönség számára pedig különleges hívó szó Alföldi neve. Alföldi Róbert egy nagyon elismert színházi szakember, rendezőként is, színészként is, és úgy éreztük Horgas Ádámmal, a tagozatvezetővel, hogy nagyon jót fog tenni a társulatnak, hogyha Robival együtt dolgozhatnak. Másrészt pedig a nézők figyelmét is azt gondolom, hogy fölkelti az, hogyha Alföldi Róbert Szegeden rendez. Bulgakov darabját Alföldi választotta ki. A dráma azt feszegeti, hogy össze lehet-e, vagy össze kell-e békíteni a művészetet a mindenkori hatalommal. Elég nagy szabású monumentális színdarab, tehát azt gondolom, hogy a nagy színházban ilyen szempontból nagyon jó választás. Másrészt meg szerintem mindannyiunknak van tapasztalata is, meg kérdése is az ügyben, hogy hogyan és miként függünk bizonyos, hogy hogyan függünk dolgoktól. Erről lehet beszélni, illetve hogy a színház közegében játszódik a színdarab, ami szintén nagyon hálás. Alföldi elmondta, nem szeretné a darabot erőltetett párhuzamba állítani a mai magyarországi viszonyokkal, hiszen a történet annélkül is olyan erős és aktuális, hogy üzenete célba fog találni. Majd, hogy nem minimalista lesz a díszlet, és erős színű, jelentéssel bíró jelmezekben lép majd színpadra a nagyszámú szereplő. A Molière, avagy az Álszentek összeesküvése című darab előpremiérje május 17-én lesz, 18-án pedig tartanak egy újabb előadást. A mű a színház következő évadában indul majd igazi útjára, amikor a bérletes programokba is bekerül majd.